Sziasztok! Ebben a videóban az Excel egyik nagyon fontos és hasznos függvényével, a HA függvénnyel fogunk megismerkedni, ami lehetővé teszi azt, hogy az Excel bizonyos cellák eredményei alapján, vagy bizonyos cellák tartalma alapján döntést hozzon, és két lehetőség közül válasszon. Ezen a kis táblázaton fogom nektek bemutatni, amelyik egy iskolai ki mit tud verseny első fordulójának az eredményeit tartalmazza. Az indulók vízszintesen találhatók, illetve a zsűritagok, akik pontozták az indulókat, azok pedig függőleges oszlopokban. Tehát itt láthatók a pontok. Legelőször is összeadom a pontokat soronként a SUM függvénnyel. Nem bonyolult, kijelölöm a cellatartományt, és már is ez készen van, és lehúzom a képletet, valamint kitöltöm formátum nélkül. A feladat az lesz, hogy el kell dönteni, hogy az egyes versenyzők tovább jutottak-e a második fordulóba. A meghatározás szerint az jut tovább, aki legalább 20 pontot összegyűjtött. Vagyis az első, a harmadik és az ötödik gyerek nem jut tovább, a második és a negyedik viszont tovább jut, hiszen itt 28, itt meg 21 pont van. Most azt kéne elérni, hogy itt az eredmény oszlopban a tovább jutott vagy a nem jutott tovább felirat jelenjen meg. Ebben lesz nekünk segítségünkre a HA függvény, aminek a példáján most meg fogom mutatni ezt a lehetőséget. Tehát egyenlő, a függvényünk így néz ki, hogy HA, és mindig zárójellel kezdjük a függvény utáni részeket. Ilyenkor előjön ez a segítség, ez a kód segítség, ami mutatja, hogy most egy logikai vizsgálatot kell végeznünk. A logikai vizsgálatokról azt érdemes tudni, hogy az lehet logikai vizsgálat, aminek vagy igaz, vagy hamis az eredménye. Tehát itt most egy állítást fogok végezni, és hogyha annak az állításnak az eredménye igaz, akkor végre fog hajtani a program. Pedig ennek az állításnak az értéke hamis, akkor pedig azt a másik dolgot fogja végrehajtani az Excel. Tehát először is a logikai vizsgálatot nézzük. Meg kell vizsgálni, hogy ez az összpontszám, ez nagyobb vagy egyenlő 20. Ugyanis itt az a szó szerepelt, hogy legalább. A legalábba a 20 is beletartozik, meg a 20-nál nagyobb mindenféle szám. Tehát az állítás így néz ki, hogy ha az F3 cella értéke nagyobb vagy egyenlő 20, akkor történjen valami, tehát akkor csináljon valamit az Excel. Az akkor szó helyett most egy pontos veszőt kell tenni, ez a hivatalos formátuma az Excelben ennek a függvénynek. Most meg kell határozni, hogy mit legyen ennek a G3-as cellának az értéke akkor, hogyha ez a feltétel igaz. Hát az legyen az értéke, hogy tovább jutott. Na most, mivel itt egy szövegről van szó, ezért meg kell mondanom az Excelnek, hogy ez szöveg, és ennek pedig az a szabálya, hogy idézőjelek közé kell, hogy tegyem ezt a szöveget. Tehát tovább jutott, és idézőjel bezárva. Ha tehát igaz ez a feltétel, hogy F3 értéke nagyobb egyenlő 20, akkor azt fogja kérni, hogy tovább jutott. Ha viszont nem, tehát egyébként, akkor pedig azt írja ki, hogy nem jutott tovább. Megint csak idézőjelek közé tettem, hiszen ez egy szöveg, és a függvényt zárójellel zárom be. Na, ki is írta, mert ez a gyerek tényleg nem jutott tovább. Nézzük meg, hogy a többi cellában működik-e. Lehúztam a képletet, beírom, hogy kitöltés formátum nélkül, és tökéletesen működik a rendszer. Nézzük meg, hogy itt miről is van szó tehát. Egy magyar mondatunk volt, egy magyar állítás, hogyha F3 nagyobb vagy egyenlő 20, akkor tovább jutott. Egyébként nem jutott tovább. Ezt Excel nyelvén úgy fogalmazzuk meg, hogy egyenlő, ha zárójel kezdődik. F3 nagyobb egyenlő 20, ez volt itt a feltétel. Akkor, ez akkor helyett egy pontos veszőt teszünk. Az igaz ága ennek az elágazásnak az, hogy tovább jutott. Ez csak akkor fog végrehajtódni, hogyha a feltétel igaz. Utána jön az egyébként, tehát helyettesítő pontos vesző, majd következik a hamiság, amiben a nem jutott tovább feliratnak kell megjelennie. És zárójel zár.
Az is elképzelhető, hogy nem akarok semmit sem megjeleníteni bizonyos esetekben. Tehát én csak azt szeretném, hogy a tovább jutott felirat jelenjen meg akkor, hogyha a gyerek tovább jutott, ha nem jutott tovább, akkor pedig legyen üres. Az ürességet úgy kell meghatározni, és akkor itt most a G3-as cellába bemegyek, hogy csak simán két idézőjelet teszek egymás mellé. Tehát, ha a feltétel igaz, akkor az igazság szerint tovább jutott jelenjen meg, ha pedig a feltétel hamis, akkor pedig a semmi jelenjen meg. Nem üres szóköz, hanem tényleg a semmi. És most ezt így Enter, majd lehúzom a képletet, és beállítom, hogy formátum nélkül jelenjen meg, és így most már ez tökéletes. A feladatnak most már a maradék négy része az nagyon gyorsan és egyszerűen fog menni. Átlagosan hány pontot adott az első zsűri tag? Hát itt egyenlőre, vagyis egyszerűen az átlagfüggvényt kellett használni, és az első zsűri tagot kijelöljük, már is megvan az eredmény. Mennyi volt a legmagasabb pontszám? Itt ki lehet találni azt, hogy az összesenek közül melyik volt a legmagasabb, vagy az egyes zsűri tagok által adott pontszám, hát most legyen mondjuk az egyes zsűri tagok által adott pontszámok közül a legmagasabb. Tehát ezt a cellatartományt jelölöm ki a max függvényhez, bezárom a zárójelet, és ez is készen van. Mennyi volt a legalacsonyabb pontszám? Itt akkor most már a logika alapján ugyanezt a cellatartományt jelöljük ki, de most a min függvényt használtuk. És végül pedig oszlopdiagramon kell az egyes versenyzők pontszámait ábrázolni ilyen módon, tehát hogy így nézzen ki. Mi sem egyszerűbb ennél, kijelölöm a táblázatnak az a kívánt részét, beszúrás, ajánlott diagramok és az oszlopdiagramot választom. Már készen is van, esetleg még a diagram címet átírhatom arra, hogy verseny. Nézzük meg most ezt a feltételvizsgálatot egy matematikai problémán keresztül. Nem kell megijedni tőle, a matematika az nem rág, meg nem bánt, az egy egyszerű segítséget fog nekünk nyújtani abban, hogy még jobban megértsük ennek a működését. Az abszolút érték megállapítás lesz ez a példa. Abszolút értéknek azt nevezzük, hogy egy számnak a nullától való távolsága, de ezt meg lehet úgy is fogalmazni, hogyha már a ha szót használjuk, hogy ha egy szám negatív, akkor az abszolút értéke a saját ellentétje, vagyis megszorozva mínusz egyel az a szám. Ha viszont az a szám nem negatív, akkor meg saját maga. Vagyis, ha nullánál kisebb a szám, vagyis negatív, akkor az ellentétje, szorozva mínusz egyel, ha pedig nem negatív, vagyis 0, 1, 2, 3, 4, 5 és a végtelenig sorolhatnám, akkor pedig a szám önmaga az abszolút értéke. Na nézzük meg, hogy ezt a ha függvénnyel hogyan lehet lekódolni, egyébként nagyon egyszerűen. Egyenlő ha. És most a logikai vizsgálat az lesz, hogy megvizsgáljuk, hogy ez a szám kisebb-e nullánál, vagyis negatíve. Ha negatív, akkor az érték az a saját ellentétje lesz, vagyis az abszolút érték az a saját ellentétje, vagyis mínusz mínusz 3 ebben az esetben. Ezt úgy is lehet mondani, hogy mínusz mínusz 3, vagy úgy is lehet mondani, hogy mínusz 1 szer mínusz 3. Akár így mondom, akár úgy, vagy akár így írom, akár úgy, a végeredmény nem fog változni, ez plusz 3 lesz. Mivel az Excel képes erre, elég, hogyha csak egy mínusz jelet írok, és magát a cellát hivatkozom. Ha viszont ez a feltétel, amit az elején megfogalmaztam, hogy a B4 kisebb nullánál, az nem teljesül, mikor nem tud teljesülni, akkor például, hogyha nulla a B4, vagy 1, vagy 2, vagy 3, vagy 4, vagy akármennyi, de pozitív, akkor nem kell az ellentétjét venni a számnak, hanem csak saját magát a számot. Tehát simán hivatkozom őt, és zárójel zár. Itt ez már jól működött, nézzük meg, hogy a többi számnál is jól működik-e. És igen, tehát sikerült megvalósítanunk egy abszolút érték kiszámoló függvényt az Excelben. Itt most azért elárulom, hogy az Excelnek van saját abszolút érték kiszámoló függvénye, ami úgy néz ki, hogy ABS, vagyis abszolút érték, és itt csak a magát a számot kell, számot tartalmazó cellát kell hivatkozni,
és ez is pontosan ugyanezt az eredményt fogja kiadni, viszont itt akkor nem tudtuk gyakorolni a ha függvényt. Az utolsó feladat a ki mit tud döntőjének a végeredményéről szól. Az összesítést csináljuk meg először, mert ez a legegyszerűbb, tehát használom a sum függvényt, kijelölöm a három cellát, ahol a pontok vannak, és lehúzom, és kitöltés formátum nélkül. Nézzük meg, hogy most itt az értékelést úgy adta a zsűri, hogy megjelenésre, előadásra, tartalomra. A szabály szerint az első díjat az kapja, aki 25-nél több pontot ér el, tehát 26-ot, 27-et, vagy akármennyit. Az első díj egy serleg, aminek itt meg kell jelennie az oszlopban, akkor, hogyha a gyerek 25-nél több pontot kapott. Értelemszerűen többen is kaphatnak első díjat. Ha nem kapott első díjat, akkor itt nyilván nem jelenik meg semmi, tehát üresen kell hagyni. Az előbb megismert módszer szerint fogunk eljárni, egyenlősséggel, ha függvény kezdődik, zárójel, és megvizsgáljuk, hogy ez az összesen, ez nagyobb-e 25-nél. Tehát 25-nél több pontot kapott-e? Ha igen, pontos vesző, akkor írjuk ki azt, hogy serleg. Lássátok, vagy figyeljétek meg jól, hogy idézőjelbe tettem, hiszen itt ez egy szöveg. Ha pedig kisebb 25-nél, vagy egyenlő 25-tel, akkor nem kell, hogy megjelenjen semmi, ezért üres szöveget teszek, vagyis jelzem, hogy itt semmi se legyen a cellában. Szépen bezárom a zárójelet, Enter, el is tűnt onnét minden, hiszen a 21 az kisebb, mint 25. Ha lehúzom a képletet, akkor már is látszik, hogy jó helyre írta be a serleget. Ezzel az A feladatrész kész is van. Egy zöldséges 5 kg narancsot adott annak a versenyzőnek, aki legalább 20 pontot érte el. A többiek pedig két citromot kaptak. Mármint 2 kiló citromot. Itt ugyanígy kell eljárnunk, hogy ha, és most arra figyeljünk, hogy megint itt a pont számra hivatkozunk, ha ez a pontszám legalább 20, vagyis nagyobb, egyenlő, a legalábbnál a nagyobb egyenlőt kell mindig használni, 20, akkor mi történjen? Akkor történjen az, hogy adjunk 5 kg narancsot. Nézd meg, idézőjelbe tettem, hiszen hiába van itt szám, a 5 szóköz kilogramm szóköz narancs, az egy szöveg. Abban az esetben, hogyha nem érte el ezt a pontszámot a versenyző, akkor a 2 kg citromnak kell megjelennie, és ez is pont jól meg fog itt jelenni, hogyha így idézőjelbe teszem. Zárójel bezár, és lehúzom a képletet, megnézem, hogy formátum nélkül töltsem ki, és tökéletesen működik. A következőnél már azt kell megnézni, hogy itt számérték fog megjelenni. Egy fodrász 5000 forint kedvezményt adott azoknak, akik a megjelenésükre 5-nél több pontot kaptak. A többiek 2000 forintot kaptak. Tehát itt a megjelenés oszlopot fogom vizsgálni. Vagyis, ha a megjelenés oszlop értéke 5-nél több, tehát 5-nél több pontot kaptak, vagyis nagyobb 5, akkor 5000 forint kedvezményt kapott. Mivel láttuk már korábban, hogy a forint értéket azt számként kezeli, ezért ezt most nem idézőjelbe teszem, sőt nem is szabad idézőjelbe tenni, hogyha majd egyébként számolni akarnék vele. Tehát itt óvatosan kell bánni ezzel, tehát nem rakunk idézőjelet. Ha viszont ez a feltétel nem teljesül, akkor 2000 forint lesz a jutalma, vagy 2000 forint kedvezmény lesz a jutalma a gyereknek. Szépen ezt is így kiszámoltatjuk vele, lehúzom a képletet, és beállítom a formátum nélküli kitöltést, és már tanultunk korábban arról, hogy hogyan kell pénzformátumba alakítani valamit. Kijelölöm, jobb egérgomb, cellaformázás, pénz nem, nulla tizedes jegy, és oké, már készen is van. És nézzük meg akkor az utolsó feladatot. Egy könyvkereskedő pedig annyi 1000 forintos könyvutalványt ajánlott fel azoknak, akik az előadás tartalmára 5-nél több pontot szereztek, ahány pontot szereztek. A többiek pedig nem kaptak utalványt.
Lehet, hogy ez így elsőre bonyolult volt, de mindjárt meg fogjátok érteni. Először is nézzük a feltételvizsgálatot. Akik az előadás tartalmára 5-nél több pontot szereztek, vagyis egyenlő, ha, és melyik is az előadás tartalma, ez a tartalom, nagyobb, mint 5, tehát több pontot kaptak, azok annyiszor 1000 forintos könyvutalványt kaptak, amennyi pontot kaptak. Tehát ez a gyerek például 9000 forintot kap, ez 10000-et kap, ez 6000-et kap, ez 10000-et kap, ő pedig nem kap semmit, hiszen 5-nél kevesebb pontot kapott. Vagyis, ha ő 9 pontot kapott és 9000 forint a jutalma, akkor ezt egy egyszerű szorzással fogom tudni elvégezni, tehát hivatkozok a cella értékére, ez a 9, szor 1000. Tehát ennyi pontot kap. Ha pedig nem érte el az 5-öt a pontszáma, akkor pedig semmit nem kap, tehát a két idézőjelet írom. Ennyi az egész, mert hogyha ezt most itt lehúzom, és megnézem, hogy jó-e, akkor tényleg jól töltötte ki. Már csak itt is a cellaformázást kell megadnom, pénznemet, 0,1 és forint. Ezzel kész is van a feladat. Ha nem értetted meg, ajánlom, hogy tekerj vissza a videóban, nézd meg még egyszer vagy többször, és nagyon fontos lenne, hogy ezt megértsd, mert ez az Excelnek és tulajdonképpen a teljes informatikának az egyik alapja. Tehát ebből kiindulva, ha ezt megérted, akkor nagyon sok mindent meg fogsz érteni a későbbiekben. Sok sikert!